Jó napot kívánok! Már az első fordulóban megnyerte az orosz elnökválasztást Vlagyimir Putyin. A szavazatok csaknem 100%-ának megszámlálása alapján a jelenlegi kormányfő a voksok 64%-át tudhatja magáénak. Putyin riválisai közül egyedül a kommunista párt jelöltje Gennadij Zjuganov ért el kétszámjegyű eredményt. A többiek 10% alatt teljesítettek. Putyin hívei már este tömeggyűlésen ünnepeltek Moszkvában. Az ellenzék azonban nem ismeri el az eredményt, választási visszaélésekről beszél, és ma este nagy tüntetésre készül. Benjamin Netanyahu üdvözölte Barack Obama beszédét, amelyben támogatásáról biztosította a zsidó államot. A Kanadában tartózkodó izraeli kormányfő kiemelte azt a részt, amikor Obama arról beszélt, hogy minden lehetőséggel számolnak, hogy megakadályozzák, hogy Irán atomfegyvert állítson elő. Obama a legbefolyásosabb észak-amerikai zsidó szervezet konferenciáján azt mondta, az egész világ érdeke annak megelőzése, hogy a perzsa állam nukleáris fegyverek birtokába jusson. Emellett egyetlen izraeli kormány sem tűrheti el, hogy atombombára tegyen szert egy olyan rezsim, amely azzal fenyeget, hogy letörli Izraelt a térképről. Obama hangsúlyozta, Washington a diplomáciai megoldást részesíti előnyben, de minden lehetőség az asztalon van, ha a tárgyalások megbuknak. Kémkedéssel gyanúsít két brit újságírót egy líbiai félkatonai csoport. Az újságírót és operatőrt, akik egy angol nyelven sugárzó iráni televízió, a Press TV számára forgattak Líbiában, február 22-e óta tartják fogságban a fővárosban. A briteket elfogó milícia parancsnoka tegnap Tripoliban egy sajtóértekezleten elmondta, hogy emberei hivatalos líbiai dokumentumokat és az izraeli hadsereg által használt felszereléseket találtak a két férfinál. Emellett olyan videófelvételek is voltak náluk, amelyeken az látható, amint a két újságíró fegyvert használ. A brit külügyminisztérium nem kommentálta a kémkedésről szóló vádakat. Hugo Chávez szerint rosszindulatú volt az a daganat, amelyet a múlt héten távolítottak el testéből. A venezuelai elnök egy televíziós felvételen beszélt betegségéről Kubában, ahol kezelés alatt áll. Az 57 éves államfő azt is hangsúlyozta, hogy a rákos sejtek nem támadták meg sem a közeli, sem a távoli szerveket. Chávez valószínűleg sugárkezelést kap, de azt nem tudni, hogy erre Kubában vagy Venezuelában kerül sor. A felvételen egyébként kitért a szíriai helyzetre is. Szolidaritását küldte a szíriai népnek és Bashar el-Assad elnöknek. Közben Chávez hívei megtámadták az ellenzéki jelölt Enrique Capriles támogatóit, miközben Capriles egy szegény negyedet látogatott meg a venezuelai fővárosban. Az incidens során lövések dördültek el, állítólag egy ember sérült meg könnyebben. Akár a költségvetést is módosítaná az albán kormány, hogy valahogy kezelni tudják az országban fellépő energiahiányt. A büdzsé átírására azért lehet szükség, mert a kabinetnek külföldről kell energiát vásárolnia, miután a száraz tél miatt az elmúlt hónapokban csökkent a vízenergia kihasználhatósága. A tervezett változtatás miatt több beruházást is elhalaszthatnak. Albánia három vízi erőművének egyikénél tett látogatást az ország gazdasági minisztere, miután az erőművek a télen csak a felét tudták fedezni a lakosság energia szükségletének. Mivel egy év alatt 15%-kal megnőtt az energia szükséglet, Albánia fogyasztása jelenleg naponta 25 millió kilowattóra. Az elmúlt hónapok száraz időjárása miatt azonban ezt nem sikerült mindig biztosítani. A kormány nevében azt mondhatom, hogy minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy energiaimporttal a nap 24 órájában áramszolgáltatást biztosíthassunk az albán népnek, mondta a gazdasági miniszter. Az energiahiány miatt még a fővárosban is rendszeresek az áramszünetek. Ezen a környéken nagyon komoly problémáink vannak az energiaellátással, naponta akár 4-5 órán át nincs áram. A mi cégünk számára ez elég nagy gond, főleg ha belegondolunk, hogy a 21. században élünk, mondja az egyik helyi cég munkatársa. A helyzet az elmúlt hetekben tovább romlott. A beérkező víz mennyisége körülbelül 70 ezer liter, ami az évnek ebben a szakaszában nagyon kevés. A víztározókban nem elég a víz, de az importtal és a télen hullott hó olvadásával együtt úgy gondoljuk, elég energiát tudunk majd biztosítani, mondja a cég vezérigazgatója. Az energiaimportot a cég banki kölcsönökből fizette, amire a kormány vállalt garanciát. Az ország hegyvidéki részén hullott több méteres hó olvadása várhatóan javítani fog a helyzeten, ahogy az is, hogy 30 év után új vízi erőművet készülnek átadni az ország nyugati részén.
Az összes építési munkával kész vagyunk. Az erőmű első részénél már az üzembehelyezés zajlik, a másodiknál pedig a műszaki és elektronikai előkészítés. Jövő év elején már teljes üzemben működhetünk, mondja ez a mérnök. Albániának tavaly áprilistól októberig összesen több mint 44 millió euró értékben kellett külföldi energiát vásárolnia. Ráadásul a balkáni vízkészletek alacsony szintje miatt a szokottnál jóval drágábban. A lakossági energiát biztosító állami cég már folyószámla hitelre kénytelen vásárolni, miközben adóssága a kereskedelmi bankok felé közel 106 millió euró. Ez volt a Világhíradó most. Híradóval legközelebb 17:55-kor jelentkezünk. Én megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!